Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Hóvian vagyok. Mondjuk most már azért ennyi videó után már kezdek így kicsit furán nézni magamra, amikor így az elején beköszönök, mert most már mindenki tudja, de mindegy. Ebben a videóban, hogyha minden jól megy és összejön, akkor sárkizni fogunk. Valószínűleg a legelső sárkit, hogyha összejön, akkor végigmutatni fogjuk, viszont majd utána már csak a droppot esetleg, mert többször is tervezünk menni. Ugye ma este folyamán azért jó lenne nagyon sokat kivinni. Farmoltam közben itt a tábornokot, úgyhogy esett pár ékszertároló, azokat mindjárt ki is nyitogatjuk, csak közben a parancsnokot ütni kéne. Még jönnek a többiek, addig farmolni fogom a parancsnokot, vagy tábornokot, meg közben ütöm majd a vöröseket. Ami a legdurvább egyébként, mielőtt kinyitogatjuk az ékszerdobozokat, hogy most kipróbáltam magam az előbb, elmentem ide a vörösekhez, de majd mindjárt meg is mutatom egyébként. Amikor visszaemlékszek Heoronon, hogy eljöttem ide a vörösekhez, persze nem nagyon szabad így viszonyítani, ezt én is nagyon szeretem. Viszont hát nem nagyon a viszonyítási alapon, mert csak a háromba voltam itt, de mindegy. Szóval a testi harcossal kb. Is véreztem. Tehát így totál nullán egy-két csoportot elbírtam, itt a vöröseknél azt kész. Itt meg a surával konkrétan bementem oda a legelső terembe itt a sárki után, persze nincs olyan sok mob, de konkrétan majdnem azt mondom, meg sem mozdult az életem, tehát nagyon-nagyon durva, hogy mekkora a különbség a sura és a testi harcos közt. Ettől függetlenül nem a karakterrel van a baj, nem azt nézem le, nehogy félreértés essen, hanem egyszerűen mondjuk ide barlangba például nagyobb szinten szerintem ezerszer jobb a sura, viszont mondjuk a testi harcos meg mondjuk esetleg metinütésben százszor jobb, mert sokkal előbb leüti, úgyhogy mind a kettőnek megvan a maga előnye hátránya, és akkor közben nyitogassuk is ki az ékszer, a vasti ékszertárolókat, az elsőből kék gyöngy, aztán vérvörös gyöngy, kagyló, és végül még egy vérvörös gyöngy, hát ezért totál megérte. Nagyon fura egyébként ez a tábornok. Alapvetően nem igazán sebez semmit, viszont egyszer gondolja, és akkorát kritel, hogy konkrétan így becsinálok, tehát hihetetlen. Miközben ütögettem itt őket le, volt olyan, hogy ilyen 20 ezreket rám vert, és így utána meg így miss, meg nem tudom micsoda. Közben itt jön valaki, de kicsoda. Ó, Tolav, ő is megérkezett, akkor már csak az ő buffja, a Mitsuki és Jinx hiányzik, és mehetünk is. Oké, na, akkor megnézzük, mit tudok. Már mondjuk még egy kicsit várok, mert a vértezés mindjárt betöltődik újra. Közben megjött... Ó, megjött a Tolav buffja is. Ó, köszönöm. Na, szóval erről beszélek. Tehát itt van egy egész viszonylag nagy csoport, még penge sincs bekapcsolva, és igazából rohadt jól elbírom, tehát még unatkozni is van időm közben. Na, közben leütöttem őket, betöltött a vértezés, úgyhogy most, jó, mondjuk ez egy kicsit csalóka lesz, mert most rajtam van a buff, de hát buffa még annyira se veznek egyébként, szóval megyünk aztán, megnézzük, hogy mit tudunk. Mondjuk így, hogy már ennyire jól bírom, attól függetlenül, hogy Mitsukival egyszer, hogy hova lettek a mobok? Ennyi. Hát az előbb még egy csomó volt itt. Na mindegy. Akkor átnézek ebbe a terembe, mert nem akarok nagyon elkóbászolni, mert nem találok vissza. De itt miért van ilyen kevés mob? Ezt most így hirtelen nem vágom, de mindegy. Hát akkor nincs más hátra, mint előre, összvisz ennyit köpizek be, aztán csókolom, tehát így. Most akkor ezzel nem sok mindent tudok csinálni. Majd egyszer megkeressük Mitsukival a metines termeket, mert ha már ilyen jól bírom, akkor azokat érdemes lenne farmolni, mert nem tudom, hogy mit droppolnak, vagy mit adnak, vagy milyen mobok jönnek belőle, stb. Mondjuk erre megkérlek titeket, hogy ti sem mondjátok el egyébként, mert attól függetlenül jó lenne ezt így magunk megtapasztalni. Ugye gondolom mindenki tudja, hogy a vörös setauknál, vagy hát nem azt, hogy mindenki tudja, aki már járt ott. Ugye tudja, hogy a vörös setauknál vannak ilyen metines termek, ahol ilyen névtelen, különleges metinek vannak lerakva. És akkor azokat kéne farmolni, hogy azok vajon mit adhatnak, és meg persze csurig, azok a termek csurig vannak mobból, az 100%. Úgyhogy olyanokat nem ártana találni. Közben visszajövök, és akkor farmolom tovább a tábornokot. Aztán utána akkor megyünk majd be. No, miközben itt farmoltam a tábornokot, két dolog ütötte meg úgy a szememet, vagy nem is tudom ezt, hogy mondjam. Az egyik dolog, héha, hűha, ezt most így, srácok, ezt most így miért? Majdnem megölt konkrétan. De hogy ezt hogy csinálta, az jó kérdés. Na szóval az egyik az az, hogy nem tudom, hogy ki szórakozik esetleg azzal, hogy a tábornokot elviszi, mert ugye CH2-n nem volt itt a helyén, hanem teljesen kint volt az első teremnek a szélén. Nem tudom, hogy ki és miért vitte el odáig, lehet, hogy nem direkt egyébként, szóval, hogyha valaki tudja magáról, hogy valószínűleg ő volt, akkor ne vegye magára, hogyha nem direkt csinálta.
Viszont nem igazán értem, hogy itt mi értelme van elvinni a tábornokot igazából, mert farmolni nem lehet, mármint hogy nem lehet mobokat farmolni belőle. Meg igazából semmi, totál semmi értelmét nem látom annak, hogy miért viszi el valaki szándékosan, ha szándékosan, mert ez már nem az első eset egyébként. Úgyhogy ezt nem vágom. A másik viszont, ami kicsit így rám vonatkozik, az az, hogy igazából nem baj, szóval nem, igen, most ezt mondtam igazából Mitsukinak is, hogy csak megemlítem, de semmi gond nincs ebből, ne értsetek félre. Viszont szépen megkérek mindenkit, hogy se a YouTube-on, kommentbe, se a Facebook oldalunkon ne nagyon kérdezgessétek idézőjelbe, hogy mikor, hogyan, merre, meddig tudnánk bevenni esetleg titeket a C-be, hanem a játékon belül írjatok ránk, mert ugye hiába írtok ránk kommentbe vagy Facebookon, több mint valószínű, hogy ha ott látjuk az üzeneteket, akkor nem vagyunk fent játékba. Ha fent vagyunk a játékba, akkor meg nem nézzük ezeket. Tehát ugye érdemesebb a játékba ránk írni, és nagyjából minden nap a hétvégek kivételével olyan este 6-7-8 órától vagyunk fent, általában ilyen 9-10-ig nagyjából. Ez az ütem. Úgyhogy ez időtájt tudtok ránk írni. Természetesen ez sem garancia arra, hogy esetleg be tudunk venni, mert hogyha éppen olyan helyen vagyunk, purgatórium, sárkány, vagy valamilyen helyen, ahol nem tudunk kilépni, vagy DT-be például volt rá példa valamelyik nap, hogy ránk írt pár ember, hogy be kéne őket venni, felírjuk a neveteket, tehát ez tűnt eddig a legjobb megoldásnak, és amikor végeztünk vele, akkor átlépünk és beveszünk titeket abba a célba, amelyikbe tudunk. És úgyhogy igazából ez a két dolog lett volna, közben Mitsuki és Jinx már nagy erőkkel rajta van, hogy elérjen ide B2 végére. Addig én folytatom a tábornok farmolást, már 27 darab kulcs összegyűlt, úgyhogy bőven van elég kulcs most így néhány belépőre. Közben láttam, hogy egy másik cégnek a tagjai is elkezdték farmolni a kulcsot, úgyhogy... Na, Mitsukék most találták meg a metines termet, hát tényleg nagyon sok mob van ott, úgyhogy majd oda kéne menni farmolni, meg fejlődni. Ja, vannak ilyen metines termek. Bár mondjuk mi azt nem láttuk, amikor erre jöttünk, szóval remélem ti is jó úton jártok. Az a lényeg, hogy nem tudom mi a lényeg, most elfelejtettem. Ja igen, hogy egy másik cég tagja is itt voltak, farmolták a kulcsot, most nem tudom, hogy ők is szeretnének-e sárkizni, vagy csak jövőben való farmolásra farmolják a kulcsot, ez érdekes. De hogyha így egyszerre akarunk menni sárkizni, ami valószínűleg nem fog összejönni, akkor valahogy elosztjuk magunk között az időt, és lehet, hogy akkor átmegyünk majd addig a kiskarikra, mármint a ninjákra ütni, mert ha már egyszer elszenvedtük magunkat idáig, akkor már azért nem lenne jó rögtön kimenni a legelején mondjuk egy-két kör után, hanem akkor addig, amíg ők mennek, addig átmegyünk a kiskarikra, utána meg visszajövünk. Úgyhogy meglátjuk még, hogy akkor hogy alakul ez az egész sárkizás. Reméljük, hogy azért pár kört sikerül letolnunk, mert azért annyira sokat nem tudunk úgymond maradni. Tehát nem tudjuk az időt így nagyon húzni. Egyébként nem tudom kinek mi a véleménye, lehet, hogy csak én vagyok kicsit nagyra magammal, de hát nem tudom mennyire jó ez a sebzés, amit rátolok itt a tábornokra, ez a 7514-15000-es crit, viszont elég szépen le tudom szedni, és igazából tök jól szedem vissza az életet is belőle, úgyhogy én ha máshoz nem is viszonyítok, de én magammal teljesen meg vagyok elégedve, szerintem ez már egy szép sebzés hozzám képest. Végülis nagyjából mindent el tudok már vele intézni, úgyhogy én örülök neki, hogy ezt a szintet sikerült elérnem, aztán majd szépen lassan jönnek majd a cuccok, csak jelenleg ugye a pajzsra gyúrok, a pajzsra gyűjtök, csak mostanában nem nagyon volt mit eladnom, ezért a boltosom az kb. Majdnem üresen áll, és már napok óta nem volt boltolás, közben valaki Vasfarm kérdezte. Wow, ez mondjuk nem rossz. Végülis 10 kivédés, 10 ördög, 10 ezó, meg ájulás immun. Személy szerint szerintem én forgatnám egyébként, de elég jó. Tehát ahhoz képest, hogy csak 10%-os bónuszok szerintem nem rossz. Úgyhogy én azt mondanám, hogy szerintem... Hagyd. Akkor ne. Én szerint nem. Úgyhogy igen, tehát ez a baj, hogy amúgy jó lenne, mert 5x4-es, mert ugye az állatok elleni az nem kell, de az összes többi igen. Csak ugye sajnos 10%-os bónuszok, szóval ilyen szempontból annyira nem jó. Ez is attól függ igazából, hogy hány forgatója van az embernek. Tehát ha van még mondjuk 1000 forgató, akkor biztos, hogy forgatnám mondjuk, ha de már csak mint a 200-400, akkor lehet, hogy nem. Na el is kezdtük közben a sárkányozást, csak kicsit lemaradtam, mint a borravaló. Bejöttünk ezen a kis helyen, ott a túloldalon, és ezt az egy darab metint kell levelni, aminek se neve, se szintje, se semmi. Ha ezt leveljük, akkor ilyenkor nem szabad semmit nyomni. És bedob a sárkányhoz. Amint láthatjátok, a sárkánynál nagyon kevés mob van, ezek se sebeznek igazából semmit, ráadásul
És a sárkány is ilyen pitike egyébként. Nem tudom, hogy a GFM vagy más meti nekem mekkora, de szerintem Heronon sokkal nagyobb volt, úgyhogy nem vágom, hogy miért ilyen pici. Na, de nem is ez a lényeg. Ide jövünk, ugye egy metin sincsen. A Jinxet le is kaptam, mintha ott se lett volna. Remélem, hogy nem mérgezte le. Igazából neki kell majd mérgezni, mert ő az egyetlen, aki szintben ott van a mérgezésnek a lehetőségénél, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Kicsit csalóka egyébként a sárkány, mert sokszor nem sebezzük, tehát be kell állni abba a pozícióba, amikor sebzi az ember. Van egy-két hely, ahonnan nem lehet, hiába mutatja azt, hogy elvileg sebzett, de igazából nem. Közben ütöttem még két vaségszertárolót, az elsőben fehér gyöngy, a másikban még egy fehér gyöngy, ezeket gyorsan gondoltam, kinyitogatom. Esett még bölcsesség égkő, démoni hanvak, más nem, vagyis hát más is esett, csak nem vettem föl. Megint nem ütöm, na most jó. PC-zet, az mi? Nem tudom, mi az a PC. Na mindegy. Na jó, elmegyünk a végéig, aztán mutatjuk a végét végül is. Na, sikerült végre leverni, megint egy kicsit elkéstem. Ó, én kaptam a karmot, király. Na, dobott egy jó néhány dolgot. Még vérkövet is kaptam. Azért most elég szép tropja volt szerintem. Mindjárt Jinxnek is leírom. Ugye cseréltünk sisakot, hogy ő tudjon mérgezni. A leltárjában volt csak a sisak, és mégis lemérgezte a sárkányt, és tudjátok, mi tűnt fel? Hogy amikor én levettem a sisakot, ugyanannyit sebeztem, mint előtte, pedig a sisak állítólag 17% szörnyek elleni erőt ad. Tehát magyarul a lélekristály sisak akkor is hat, hogyha lent van a leltárba. Szóval most így, akkor ez mi? Szóval, én nem akarok itt semmilyen bugot bejelenteni, vagy ilyesmi, de így a sisak, ha lélekristály sisak, és hat a leltárba, és feltennék egy másik sisakot, vajon az is hatna-e, ez az egyik, a másik, hogy a többi lélekristály ékszernél vajon így van-e? Mert akkor gyakorlatilag az azt jelenti, hogy kb. Mindegyiket meg lehet duplázni. Úgyhogy ez így több, mint érdekes. Na mindegy, ennek majd utána járok, hogy ez most mégis mi, de ez így több, mint érdekes. Na mindegy, most megpróbálok nem elkésni majd a videó végével, vagyis hát nem is tudom, hogy egyetem hogy legyen, mert most megyünk egy ilyen jó nagy kört igazából folyamatosan. Lehet, hogy nem is nagyon videózom le egyiket sem, hanem hogyha végeztünk az egésszel, akkor megmutatom, hogy mi lett a végeredmény. A cuccokat, amiket kapok, azokat ide rakosgatom szerintem, és akkor így látszik. Mehet. Megint nem? Aha. De minket kiírta? Jó, úgyhogy majd nem sokára jövünk vissza. Jó, akkor nem szóltam, most kipróbáltam direkt, és nem tudom, hogy ez a mérgezés mi volt az előbb, viszont hülyeséget mondtam, az 100%, mert most direkt kipróbáltam, hogy úgy ütöttem a sárkányt, hogy nem volt fent a sisak, viszont nagyon keveset, 4600 körül sebeztem, tehát az azt jelenti, hogy az előbb nem tudom, hogy mérgeztük le, mert elvileg fizikai képtelenség, de valahogy lemérgeződött, úgyhogy nem, elvileg ugye Jinxnek nem volt fent, szóval nem tudom, hogy mi volt ez, de hülyeséget mondtam mindenképp, tehát hogyha leltárban van lent, akkor nem hat sajnos. Viszont megint kifagytam, ez már másodjára fordul elő, és elég idegesítő egyébként, beájultat, és nem lehet kijönni belőle. Úgyhogy, na most. Tehát azért nem tudom hány perc után jöttem ki, jó, mondjuk nem volt ez egy perc se, de hát nagyon sok idő. Na mindegy, küzdünk vele, csak gondoltam, szólok mindenkinek, hogy nehogy készpénznek vegye, amit mondtam, mert valószínűleg hülyeség egyébként, tehát a leltárból nem hat a lélekristály sisaknak a bónuszai, úgyhogy bocsi, hogy valakit így megtévesztettem, de azért gyorsan korrigáltam a félremondásomat. No, így a zárásra. Akkor összesen sikerült összeszedni két sárkány pikkelyt, amit igazából mind a kettő Jinx-től vettem, mert ugye neki esett. Aztán három vérkő esett, még egy darab sárkánykarom, ugye mindenki egyet kapott. Ugye mennyi? 2, 4, 5 vagy 6 kört mentünk, már nem is emlékszem, szerintem akkor csak 5-5. Aztán maradt még így is 5, mi ez? Csavart kulcs. Ezek a gyöngyök is akkor jöttek ugye a sárkányból, meg az ékszerdobozból. Két feka is jött, egy sura meg egy vari, a bajit, elvedin könnyeivel jött 2, és igazából ennyi, meg kék kristály, bár azt lehet, hogy nem is itt szereztem, nem tudom, arra nem emlékszem.
Minden esetre megérte attól függetlenül, mert így már elvileg a három pikkely megvan, a karomból is van egy, vagy kettő, nem emlékszem, hogy a raktáramban van-e, az lenne a jobbik eset, ha igen. És akkor már csak kettő vagy három karom kell az epic vérthez, és akkor az már meg is van, ami nem hangzik rosszul. Igazából ennyi lett volna ez a rész, mert ezzel a sárkizással jól elhúztuk az időt, úgyhogy ez most egy jó rövid rész lesz a többihez képest, úgy mint valamelyik nap is volt egy ilyen rövidebb rész. Remélem ettől függetlenül tetszett nektek. Én Uvian voltam, sziasztok!